Drága gyülekezet, hát sziasztok! Dear church, hi to all of you. Nagyon jó, hogy el tudtatok jönni így hét közben. It's so great that you could come. Nagyon jó látni titeket itt most ezen a helyen. It's so great to see you here. És ahogy látjátok, én nem a szokványos helyemen vagyok. And as you can see, I'm not standing where I normally do. És ennek van egy különleges oka. And there's a special reason for that. Hogy egy nagyszerű csapat van most itt, akik nekünk vendégzenekarok, és nagyon sok szeretettel fogadjátok a final greetings-t. There's a special band that are guests today, so please warmly welcome our guest band. Yes, warmly welcome it is. Szóval sok szeretettel köszöntünk titeket, guys. So warm welcome to all of you guys. És ők most egyébként a Final Greetings egy olyan amerikai csapat. So Final Greetings is an American band. Ami a Jesus Missionnek egy bandája. Which is a band of Jesus Mission. És ők itt Európában most egy ilyen koncert sorozatot csinálnak. And they tour around Europe. És az az ő céljuk, hogy Istennek és Jézusnak a nevét magasra felemeljék és mindenkivel megismertessék. And their goal is to make the name of Jesus known to everybody. Úgyhogy egy nagyszerű állomás, hogy itt tudnak velünk lenni. So it's a great chance and stop that they can be here. Nagyon megtisztelő és üdv, jó, hogy itt vagytok. We appreciate that you're here, so it's great you're here. Köszönjük, hogy jöttetek. Thank you very much for coming. És ezt az embert, aki itt van itt elől, lehet, hogy ismeritek valahonnan. And perhaps you know the guy who's standing in the middle. Ő nem más, mint az előző dicsőítés vezetőnek a fia, a James Payne. He's James. He is the son of our previous worship leader. Ő itthon van most. So he's at home now. Willkommen. És azt kell még tudnatok róluk, hogy ők most voltak több helyen, voltak Németországban, Romániában. And what you should know about them is that they've been to many places already. They've been to Romania. Germany. És most mennek Ukrajnába. And now they are on their way miután itt Magyarországon to végeztek. Once they have done their concerts, or szóval nagyon örülünk annak, csak azt akarom mondani, hogy nagyon örülünk, hogy itt lehetnek ők is most velünk. So all I want to say is that we are very pleased that they can be with us. És még egy dolgot hadd mondjak, mielőtt imádkozom és dicsőítünk. And just one more thing before we start. Hogy képzeljétek el, hogy elindult az iskola időszak. So imagine school time has started. És itt vannak, nem tudom mennyire tudjátok, és itt vannak közöttünk amerikai emberkék is, meg suliból, sokan, sok helyről itt a Gyüliben közöttünk. Igen? Yeah, and there are many, many teachers and... Igen, a Biblia iskolából. People here from America, from the Bible school. And many places, máshonnan is. Úgyhogy nagyon sok szeretettel fogadunk titeket, és majd ölejétek őket jól meg. So warm welcome to you as well, and please everybody give them a hug after the service. És most imádkozzunk, és kérjük meg Istent, hogy jöjjön közénk. But let's now pray and ask God to come and move in our midst. Istenünk, nagyon hálásak vagyunk azért, mert itt szerdán a hét közepén összejöhetünk a te nevedben. Lord, we are so thankful that we can come together in the middle of the week on Wednesdays in your name. Köszönjük, hogy a ketten vagy hárman összejövünk a te nevedben, te itt vagy velünk. Thank you that if three or more people gather in your name, you're here in our midst. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben öröm van és békesség. Thank you that in your presence there's joy and peace. És ezt az örömet és ezt a békességet szeretnénk most Istenünk teljes mértékben átélni veled. And we want to experience this joy and peace wholeheartedly with you. Istenünk, várunk rád. Lord, we're waiting on you. Talk to us. A dalokon keresztül. Through the music. A dicsőítésünken keresztül. Through our worship. A tanításon keresztül. Through the teaching. És kérlek Istenem, hogy áld meg ezt az egész fél évet, ahogyan megyünk bele, és áld meg a sulisokat is, akik most kezdenek. And please, Lord, bless everybody at church, everybody who starts school this term. Várunk arra, hogy te vezess minket, és a te utadon szeretnénk járni. We are waiting on you to guide us because we want to walk in your path. És igazából ezt tesszük most is. And that's what we do even azzal, now. Hogy itt vagyunk. With being here. Várunk a te vezetésedre. We are waiting és a te on your útmutatásodra. Guidance. We are waiting on your guidance. Mindezt your Jézus nevében imádkoztuk. In Jesus name we've prayed. Amen. 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 Gyertek és dicsérjük Istenünket. Let's worship our God.
biztoskán.
Istenünk, köszönjük szépen ezt a mai estét, és köszönjük szépen, hogy csak így összegyűlhetünk a Te nevedben, és Téged imádhatunk. Arra kérlek, hogy nyisd meg a szívünket a mai dicsőítés alatt és a tanításokat. A világ kezdetét voltál, egy voltál az Isten. És rejtette arcod, megváltóként jöttél el. Milyen gyönyörű nagy neved, gyönyörű nagy neved, Úr Jézus Krisztusnak király. Gyönyörű nagy neved, minden név felett, milyen gyönyörű nagy neved, ó drága Jézus. Halleluja, dicsérem az egyetlen.
tart fogva már, elszakítva minden lánc, Jézusban a győzelme. Felfoghatatlan, szerelmes Isten, kiértetném szándékait, dicsőségéről lemondott magára véve bűnök. Lett bocsátva az összes vétke, saját fiának hív engem. Csodás megváltó, mit is mondhatnék, for tonight. Kérlek, áld meg ma a te jelenlétedben. Please bless us with your presence. És kérlek, nyisd meg a szívünket és taníts ma minket. And please open our hearts and teach us. Arra kérlek, hogy ne menjünk el ugyanúgy, ahogy ide megérkeztünk. I ask you that we wouldn't leave tonight the way we came. Tölts meg minket a Szent Lélekkel ma este. Fill us with your Holy Spirit tonight. Te nevedben imádkoztam. In your name we've prayed. Amen.